Na Timi! Jézusom, te megijedtem! Nyugi, csak karolj belém! Elérkeztünk a 8. naphoz, a pontverseny rohadt túlszoros. 23 ponttal mennek Bencék, 21-21-el pedig Timiék és Szabiék pontversenybe, de még van hátra 2, azaz 2 nap. Ma, Timike, jó, milyen program lesz? Kutyaszánozni fogunk 20 darab huskyval. Gyönyörű kékszemű huskyk lesznek, meg kell mutatniuk, hogy mennyire tudnak hát kutyaszánozni, amire azért nem sok sansz van. Valaha próbáltad? Nem, de érzem a csíc, és azt érzem, hogy ezek a kutyák értem vannak itt, és menni fog. Jó, akkor ma Timi a főszerep, úgyhogy indulás fölfele, nézzük meg, mi lesz a mai napon. Tíz nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve apa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Hadd mutassam meg a Timi kamerába Bencének a sapka hordását. Tehát Fluor Tomi 2009. Igen, sok helyen is sok jobb kutya. Igen, tehát őrült jó nézel ki így, csak nem értem, hogy tegnap óta így maradt rajtad a sapka. De ha észrevettétek volna, van mikor így van, van mikor kajak, egész nap forgatom a sapkát magammal. Meg forog a kamera is. Patrik, ha ma nem nyerünk, az nagyon nagy szégyen. Hazamegyek és elásom magamat. Nagyon sokszor volt az, hogy nem csak miattam nem nyertünk, úgyhogy ez szerintem mindenki... De nem, az nem, alapból az elmúlt 8 nap tök szégyen volt, de ma hogy muszáj. Hogy volt szégyen, hogyha szorosan állunk a három csapat egymás mellett? Mert mindenben kicsit bénák voltunk, és... Ezt csak te gondolod így. De én nagyon. De a mai nap rólunk szól. Én ma úgy keltem föl, hogy a lelkiismeretem a sarokba üvöltötte, hogy ezt, ha nem nyerjük meg, menjünk is haza. Én a többi két napból akkor kiszállok. Ha a kutyákkal kapcsolatosan tényleg nem nyerünk... Figyelj, te vagy a nagy kutya szakértő. A mai videóban csak az én arcomat fogjátok látni, a többi nem fontos, engedjétek el és mellőzzétek, mert totálisan szerelmes vagyok abban a 20 kiskutyával, aki ott utazik. Oh my god! A hangom egy kicsit el van menve, de... Jaj, hello! 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 Na, hello! Sziasztok! Jaj, de cuki vagy, ugye nem haragszok, de... Ahogy mondtam, nektek elérkeztünk a mai első feladathoz, illetve a mai fő helyszínünkhoz és programunkhoz, ahol szánozni fogunk. Szervusz! Sziasztok! Szia. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Mi fog ma velünk történni, hol vagyunk, és ez a gyönyörű sok szép kutyával lesz a program. Tehát most jelen pillanatban Csigyavasokban vagyunk, a gyűvesi részen, a Mikosztanya elnevezésű helyen, és kutyaszánozás lesz. Ez mint a filmekben nem is. A filmekben. Csinálunk egy versenyt. Jó. A verseny után pedig elmegyünk egy hosszú túrára, felmegyünk a havasokra, kiérünk egy tetőre, onnan nagyon szép kilátásunk lesz. És ezt az egész nap. Ők fogják? Tehát mindenki igen. Kap egy-egy szánt? Mindenki kap egy-egy szánt nagyjából. Aha. Egy személyt viszek én a számba, kettő jön a hátamnál külön fogatokkal, és időközben csereberünk. Tehát így kipróbál mindenki, hogy milyen utazni, az és milyen kutyafogatot hajtani. A kutyákkal suttogók lesztek? Igen, ez vakancsisten voltam, hogy... Szabikám, akkor örülök, hogy ez majd megtörténhet. Remélem nyertek akkor, hogy ez vakancsistás. Na, ilyet azért nem mondj. Bocsánat, valaki nyerni fog, az biztos. Isten hozott benneteket. Köszönjük. Ja, van egy alap a kutyaszálnozásnál, ami nélkül a kutyaszálnoz nem működik. Hát... Tehát a meghajtó... Az itt kezdődik. Benzin? Hölgyek az elsőbség. Micsoda? Ez már nem töklék. Abba biztos lehetsz, hogy nem töklék. Akkor házadjuk.
ez határozottan nem tökli. Ez nem az. Ez. Gyere, Dominik! Ő a legidősebb, ők nekik a levezető szezonjuk ez. Tehát az utolsó szezon, amikor még befogjuk, és aztán mennek nyugdíjba. Ők ma nem mennek minden nap, hanem úgy hetente kétszer, háromszor, hogy lassan tegyük dolgoznak. Ez a levezető szezonjuk. Akkor a többi úgy attól lefele. A legfiatalabb az másfél éves. Szép jó reggelt mindenkinek, Husky is jó reggelt. A mai nap nagyon izgalmas lesz, el fogunk menni szánozni, és Husky kutyák fognak minket húzni. Remélem, hogy meg fogja jelölni ez a kutya a kocsimat, nagyon-nagyon örülnék neki. Én is beköszönhetek? Ja, igen. Ja, igen, sziasztok! Ó, de szép vagy, te jó ég! Kéne egy ilyen nekem, 25 darab ott van a rá. Rajtuk aludjon. Nézd meg. Úgyhogy ma szintén egy izgalmas napnak leszünk a részevői. Nagyon-nagyon várom. Eléggé felöltöztem, ugyanis azt mondták, hogy nagyon gyorsan fogunk menni a húski kutyákkal. Úgyhogy milyenek szívem? Nagyon cukik, olyan kis pufi fejük van, mint nekem. Igen? Dominik, mi az enyém? Mi a tiéd? Ő így már nagyon szeretne engem. Szia! Szia! Senki nem mert idejönni hozzá, én meg meghordítottam. Igen, a nyakát, a fejét, a fülét. Bemászhatok hozzá? Mit tartott? Hogy hívják? Hector! Kell mindenki kutyát válasszon magának? Vagy lehet választani is. Lehet választani. Mik vannak lefoglalva? Azt mondjátok. Umul Hector. Őt akarom. Hogy hívják? Nem nézed meg a másodat? Őt úgy hívják, hogy Bebe. Hogy? Bebe, hát a Bencéből nekem jó lesz. Nekem le akarta harapni az ujjat. Oké, válasszunk meg. Nem, nem. Ő jó lesz. Nem, nem. Oké. Szerintem választunk már. Játékos, jó ez. Megnézem a másodat. Mik vannak? Mi a választhatási lehetőség? Ő az ilyen. Mindenki tud magának választani, csak Dezső Bence nem. Ki akar engem? Őt akarom. Te vagy az enyém és kész. Jaj, de szép vagy, te jó ég. Mondja. Igen. Jaj, nyáldos az ujjam, ő az enyém, kész. Jaj, de szép vagy. Na nézd meg. Hát ez tipikusan én vagyok. Igen. Szabi, kérlek mondd, ahogy szoktad, hogy te már versenyeztél, te már lőttél, te már horgáztál. Én már szánt hajtottam meg, fogatott. Szóval volt ilyen verseny? Na, ilyen még nem. Nem mondod. Valami, amiben egyenlő eséllyel indulunk? Nem, ilyen még, de egyenlő, nem egyenlő eséllyel indultunk, de mindig ti nyertetek, szóval ez így, ez így elment. Nem mindig. Választottak kutyát? Én, nekem teljesen, de mindegyik nagyon jó fej, szóval nekem teljesen értenem. Szóval hogy... az egyikhez beraktam az ujjam, és meg akart harapni. Az jó fej, akkor biztos. Az a jó fej. Jó van. Aj, de aranyos vagy, te jó ég. Jól van. Ügyes. Ő az irányító? Is, igen, ő is az érkutya. És azért van kiengedve? Mennyire vagy? Hát azért, amit a Huskyról azt tudni kell, hogy nagyon független és önfejű kutyák. Tehát nem egy olyan fajta, amit csak úgy szabadon engedünk, és az első szóra vissza is jön. Hát ő elől, amelyik vezeti az egész kutyaszánt, a líder, ő diktálja az iramot, az irányt, ő a legfontosabb, tehát úgymond az agya az egész csapat. Azt megkérdeztetem, hogy miből dől el az, hogy valaki vezető lesz, vagy csak simán úgymond egy húzó kutya? Ezt úgymond én döntöm el az edzések folyamán. Látod, hogy melyik a hajlamos, melyik fog érni. És számít gondolom azt, hogy dominál a kutyák között, vagy nem? Nem. Így nem a falka vezér, hanem a líder, a szán vezér, az más. Tehát nem egy a kettő. Ja, igen. A falka vezér az általában a legkeményebb, és amely a többi tudja dominálni. Hát ti van gyakorlatilag egyesült a kutyák valahogy, nem? Igen, indul az őrültek házba. Érzik? Csak egy híró. Másik felé meg a Csiajanósat van. Na hát maga a rivalizálás. Hát nem, már nem verekednek, nem semmi, de egymást kell ők csipkelődjenek. Mond. Tehát úgy is, mint volt, elmentek a haverokkal, tehát nem. Egyik másikot. Ha visszalököd, akkor engem fogsz ellökni, hogy érszik a kutyák, hogy elkezdtünk készülődni. Megvan a vicca. Szia kutya, hol a kezem? Nem.
Bálint, ez nagyon öreg, tehát van egy mellékvideó, amit tegnap leforgattunk, hogyha már kint van a csatorna, mindenképp nézzétek meg, ha nem, akkor érkezik. Hát sajnálom azokat, akik végignézik. Mi a véleményed a mai szeptemről, Báj? Mindig megkérdezem a véleményed, nem ér sokat, mert öreg vagy, más stílus, de hogy... Más stílus? Igen? Akkor a nézőknek áruljuk el, hogy... Hagyjam a hülyeséget. Édesapám sálja, amit megörököltem tőle. És a kabátom, mert hoztam kettőt direkt, most bencén van. Na, igen. Na, mi a mai feladat, illetve ugye azt már részlegesen tudjuk, de hány pontot lehet szerezni, mert ugye most elég szoros az állás, tehát azt azért el kell mondani a nézőknek, csak hogy tisztázódjon. Ha jól tudom, 19-19-20, valahogy így áll. Nem, már 23-21-21, azt hiszem, hogy jól emlékszem, reggel elmondtam, ma már nem emlékszem rá. Igen, tehát az már megint azt mondom, szoros. Hogy eléggé szoros. Ezért. És úgy tudom, hogy a mai játékokban sokkal több pontot lehet nyerni. Lesz egy kutya szány gyorsulási verseny, gyakorlatilag ahol 9 pontot kap a legelső, 6-ot a második és 3-at a harmadik. Úgyhogy ezzel egy picit azért így megbolygatjuk az egész pontversenyt az utolsó napokban. A legelső 9 pontot kap. 9-et kap az első, 6-ot a második és 3-at az utolsó. Jó? Tehát pont az volt a lényeg, hogy egy kicsit mozgassuk meg a csapatokat a végére. Úgyhogy hát komoly lesz egy 300 méteres kutya szány gyorsulási verseny. Nagyon-nagyon várom, és remélem, hogy a vezetést azt át tudjuk venni, mert ugye most, ha jól értesültem, Dominikék vezet. Igen, Dominikék vezetnek. Ja. Mi vezetünk? Igen. És az a baj, hogy azt láttam, hogy Dominik... Tehát azt láttam, hogy a Dominik az nagyon átszellemű. Közben tanult producer kollégánk a háttérben vonyítva röhög, hogy hát nem sok feladat van, amit meg kell jegyeznem, azon kívül zseniálisan konferok. Igen, minden. Kedves tévécsatornák, akik látják, Bálintot nagyon-nagyon szeretnénk. Elnézést kérek, 21 ponttal Szabiék, 21 ponttal Timiék és 23 ponttal Dezső Martó házas pár. Konkrétan jobban tudom, hogy akkor én vezetek, meg Rebeka. Igen. Dezső Bence kikőpapírolózt, hogy mi fogunk kezdeni. És megmondom őszintén, izgulok, mert nem nagyon tudom, hogy kell. Tehát elmagyarázták, de az, hogy 40-en lobogok így a kutyák után, az nem olyan biztos egyébként. Kicsit tartok ettől a körtől egyébként. Én is, de szívem 9 pont. Felállítjuk a rekordot, 51 másodperccel, és onnan menni fog. Na, jó. Szóval akkor most egy ilyen gyors talpaló. Igen. Hogyan kell? Azt sem tudom, hogy ülni vagy állni kell rajta. Állni, biztos. Jó, ha metalampal síztek, akkor egyszerű a történet, akkor van nagyjából tud. Tehát a szalmon, tehát van két sítalp, amire állunk, ugyanúgy elnyit a térszer, hogy az könnyebb legyen stabilan állni rajta. A szalmon háromféle szék van, az egyik a hókampó, amikor megállunk, akkor a szalpalba itt belegyünk a hóba, most nem van tapozva, annyira nem fog. Van egy lassító fék, és van egy gyors. Jó? A lassító fékkel a tálalkodnak a állítottam. Tehát annyira tudsz fékezni, hogy te biztonságban érezzem, hogy jól szabad. Értem. Egy szabály, és felüli a vadászisztent állat. Tehát mikor megállunk, akkor örökké a féket, ha nem kompóztuk le, vagy nem kötünk ki a szán, állunk a gyors féken, a nagy féken. Mert elhúzzák. Igen, már hogyha kiúbik nekünk az erdőből egy nyuszi, egy őz, akkor is. Elefant, krokodil, vagy akár egy maci, akkor ők egyből indulnak. Akkor lobogok utána. Nagyjából. Meg fog történni 99,99%-ban. Nem, mi? Hogy kutyáknak vécézniük kell. Igen. És hogyha látod, hogy valamelyik készül, akkor meg kell állítsd a kutya szám. És ezt hogy látod? Tehát 40 km per órán elkezd... Nem, az általában, amikor felfele megyünk, tehát akkor lassúba tempó. Aha. Csak akkor, hogyha látod, hogy valamelyik készül, akkor megállítod a szám. Azért, hogy a többi felfele tesszük. Akkor megállok és elvégzi a dolgát. Igen, megszám. Jaj, most első felkerült. Így rázom magam. Ő egy állás gyerekünk, és ugye azért szerintem biztos szexellás lesz. Mert azért ő termetes. Kioszthatom a következőt én? Vagy... Nem. Nem hiszem. Hát a kutyák, most, hogy idejöttem, lenyugodtak, de az előbb kicsit vadabbak voltak. Ott van a kedvencem. Ubul. Nagyon egymásra látom. Ubul! Ija. Ja, a kaja. Most a kaját nézünk.
Amúgy, ha nem kajával jöttem volna, akkor itt odatolta volna magát, hogy simogassam. De ja, inkább menjünk arra, mert éppen ezek, és ez lehet, hogy nem túl jó neki. Nem lehet, hogy a következő verseny igényi itt maradok? Velük kinn a kertben. Lefeküdt. És megyünk edzeni. A hét meg a nyolc. Ilyen a kis snowboard ruhá, vagy a... Kicsi, gyere már le onnan, jó? Megfogsz? Gyere! Fogd meg! Lassan, Patrik, lassan! Van, igen! Tök szép, de még mindig nem szeretem a telet. Izgulsz? Nagyon, esküszöm, miért én kezdem? Lényegében. Nem baj, jó lesz ez. Jó lesz ez. Na, hát Dezső Bence lesz az első. Úgyhogy szóljál, ha megy. Üvölcs és indítom az órát. Oké. Okay. Figyelj! Matkor, készülj! Indulj! Elindultak. Eddig jó? Eddig oké. Okay. Jó van, ügyes, ügyes. Jó tartja, jó. Jó tartja, aha. Igen, igen. Nagyon jól jönnek, úristen milyen tempóban jönnek. Oké. Okay. Gyerünk, gyerünk. Hú, bravo, hi. Esküszöm neked, én újra megnéztem Bálint. Ezek olyan rád. Na fogam azt, szerintem ott hagytam, remek, amúgy szedik fel a hóból. Nagy bocs négyet, meg hogyha elindultok, akkor picit lögd meg. Bence, rááll! Húj! Húj! Nem megy! Húj! Tudod mi a gáz? Megindulsz, nézd meg egy 20-szal, és annyit látsz, hogy pálya. Bucka pálya. Aha. És akkor így próbálsz. De jól néztél ki egyébként. Jól néztél? Aha, meg hát úgy jöttek elő, hogy a port csináltak, hogy megőrült. Ez nagyon komoly volt. Két másodperc volt. Nem lesz baj! Bence Artán azt láttam, hogy ő nem biztos ebben. Tehát egy kicsit megemelkedett. Én tudod, mitől féltem? Hogy tudod, a gyerek így áll rajta, és egyszer csak így eldő. Két pontja volt a Bence indulásának. Az első, mikor nem akartak elindulni, majd nagyon gyorsan indultak, és Bence egy ilyen 20 centire a föld felett repült. Aztán ott a végén egy kanyarnál volt egy kis imbolygás. De beért. Kíváncsi vagyok, mennyi az ideje. Milyen volt? Ennek a felesett tréfa úgy áll rajta. Végig, Dominik, figyelj rá! Végig a szót! Jó? Üvölzs nekik! Egyensúly. Itt akkorát lehet esni, komolyan mondom, hogy rosszul esel, a vállat kiúrik, a karod eltölt bármi. Nagyon nagyon lehet esni. Olyat rántanak rád. Nagyon kell kapaszkodni? Eléggé. Megpróbáljunk kesztyű nélkül, ha nem tudok eléggé fogni. Inkább kesztyű nélkül próbál meg, Timi. Nagyon kell kapaszkodni. Mi ebben leszünk különbek, hogy mi nem fogunk fékezni semmit. Yes, sir. Indulj! Gyere! Azaz! Indulj! Húzz! Ez egy irgalmatlan tempóba indult meg ő is. Oly. Azaz! Gyere! Gyere még! Gyerünk! Dominik! Azaz! Hogy látom? Mondom, elkezdtek verekedni a hátsók, mondom, ne! Mondom, menjetek, húzzátok! Hát itt közben volt egy kis intermezzo. Na mi van? Fiú!
Mi történt itt? Megkantásodtatok ti mitől? Vagy mi van? Ajjaj. Megérezték a lány illatot. Elindultak. Próbáltam a statikai lényeket szőni. Erre már nem voltam a pályán. Szóval jelenleg úgy állunk, hogy kettő sikeres befutónk volt. Ugye Dominik és Bence, akik hát hajszál hiány gyakorlatilag majdnem ugye az időt futották. Timinek az első körbe megőrültek a kutyák és elindultak nélküle, most még második körbe Timi felborult velük. Halló! Gyere! Ja most Rebecca az? Vagy ki vettel? Inje, de jön. Aha. Eddig mit mondasz, jó? Tökéletes, nagyon jó. Aha. Kicsit elsírjük, ahogy szokták volt mondani. Fut! Célvonal. Hol a célvonal? Gyere! Jelenleg én vagyok a leggyorsabb lenni. Indul! Hop! Erre mondja az internet lép, hogy kavai. Fiúk, a feladat a következő. Nézd rám. Nagyon oda kell Patrikot. Jó? Patrik, elkeressen, fiúk. Értitek? Jenki, hol vagy? Kapaszkodj! Húz! Hogy vérekedsz a... Hát meglepően ebből. Mert azt hiszem, hogy le fogok esni, és még ilyet egyáltalán nem csinált. Én azt hittem egyáltalán még nem is kell elindulnom. Hát szóval... Megkérjük a kutyákhoz. Jó volt, Patrik? Jó volt? Jó volt, nem? Jó van, úgy. Az van, hogy lesz egy túra. Amire összesen két ember mehet el. Mi van? Kettő? Kettő. Hát úgy fértek fel a szára. Viszont hát... hogy kettő? Hogy így hat emberből kettő? Igen. Hát nem fértek fel? Hát nem tud egy csapatból egy ember venni akkor. Hát van egy, amivel megy a vezető, és van egy másik két szám. És elmentek túrázni, ott nincs váltogatás. Úgyhogy a döntés az az, hogy hát hogy oldjuk meg ezt a feladatot. Minden csapatból egy ember, aki bevállalja, és aki a leggyorsabban elfogyasztja a Patrik által kiválasztott három darab kis könnyű hagymát, az a csapat tud elmenni túrázni. Kérdésem az, ki az, aki ezt bevállalja? Tavikár, szépen én azért ezt megfutszom neked, hogy ne legyen gond. Jó van, Royal Savionnak nagyon szépen kutatni. És igen? A többiek tényleg már? Nem választottok? Hát az van, hogy ennyi szám van. Ott lesz majd pontgyűjtés? Nem, sem. Miért nincs az, hogy inkább kisebb túrát? Jó lesz. Lesz. Hát egyre nem tudom időben, hogy járunk, de az biztos, jó hogy ez a kör. Nekem az a baj, én azért nem akarom megenni. Szabi, várj, akkor ezt... Nekem a gyomrom kikészül. Mehet? Szabi, inkább. Gyerünk. De most mi? Ennyi? Most egyedül fogok menni? Nem. Dominikkal. Ti ketten mentek. Igen. Se várjál, most nem verseny? Nem, semmi, ha ez ennyi. Ők mehetnek, ennyi idő van, egy jó. De ember és a Patrik. Mi van vele? Vagy most... Ez az. Azt mondtad, hogy verseny. Igen, de se vállaltam. Persze, hogy vállaltam. Azt mondtad, hogy szerinted, azt hittem te. Azt mondtam, hogy én... Gyerekek, ez... Én? Te mondtad, te ötletted. Gyerekek, ez...
itt elhangzott az előbb, meg se szólaltál. Persze, hogy verseny, erről volt szó, bár nem, azt mondta, igen, és senki nem vállalta el. Szabjan mondod, én elvállom, mindenki csöndben ült. Azért, ez... mert a Dominik rám kérdezett, hogy kettőjük. Lehelj rám. Még egyszer. Figyelj, viszont a kutyák nem fognak hátra nézni. Tehát, hogy a kutyák azok nem mernek hátra, mert hogyha te lehelgeted őket, az serej kis sör. Jó, de jó! Isten, de jó! Igazi legény. Aj, mutasd, hogy nagy csókot te. Elmondom nektek, gyerekkoromban, vörös lila hagymát. Hát persze, hát de azt ettétek a levesbe most is. Meg nem az magába, ízni fűszer. Tehát, hogy ezt tettétek, Bence, ugye a leveshez az étterembe, a bakancsos helyen, az élménytúrás, fáradt bakancs élményközpont. Ezt tettétek így a leves mellé. Na mindegy. Gyerekek, have fun, jó utat. De még ez a... Bálint, hát volt olyan verseny, amiből ki lehetett szállni? Egy verseny arról szól, hogy mindenki versenyzik. Azt hittem, hogy a Szabi azért közölte, hogy ő indul, mert a Dominika... Dominika azt mondta, hogy ő biztos nem fog inkább lesz. Rebeka mit mondott? Nem, Bence azt mondta, ő se akarja. Dobálta mindenki vissza, mert azt mondtuk, hogy ez nem pontra azt megy. Azt mondta a Rebeka, hogy mindenki mondja azt, hogy nem, akkor nem kell lennie senkinek. A Dominik azt mondta, hogy nem, ez nem pontra megy ez a sztori, hanem izére megy. De hogyha megfogod a kamerádat... De miért nem közölted, hogy ember, mondom, ha csak meg... a Szabi eszik? Megkérdeztem, és a Szabinak mondtam, ott pucolom, Szabi, lepucolom olyat, ne viccelj, tök látható volt. De még egyszer mondom, nem pontra ment a sztori, hanem arra, hogy egyébként ti élménnyel menjetek fel, mert ennyi szám van. De akkor most, ha megkérlek arra, hogy fogd meg a kamerát, menjél föl, és az operatőr kollégával együtt beszéltem, hogy mit vesztek föl, akkor légy szíves, adok rá egy gatyát, ezt menj föl, és csináld meg helyettem, mert én nekem tök mindegy, nekem nem kell ott lennem. Meg tudod oldani, kapsz még egy kabátot, öltözd be, azt menj föl, szedd le a kutyákat, csak ezt légy szíves, akkor csináld meg. Nem. Nem fogom kétszer felajánlani. Ugyanaz. Miért? Azért, mert megyünk. Biztos. Na, akkor meg gyerünk, öltözzél fel. Nem akarok lenni, Andris. Miért nem fair is? Erre úgy akarom ezt a szart csinálni, hogy fel legyen. Épp ezért ideges. Indulás előtt megbeszéltük a Patrikkal, hogy megeszi azt a szart. Ő mondta nekem, hogy ez milyen jó feladat. Na, tökömért nem szólt akkor, hogy ő megeszi. Te mondtad ember otthon, hogy ez olyan finom, és te megeszed egyből. Akkor tőlem megkérdezed, hogy megeszem-e úgy, hogy nem ehetek ilyet. Akkor a szerinted... Patrik, de nem ehetem, nem érted? Patrik, gyere ide légy. Semmi, oké, hogy ezt én döntöttem el, hogy a hagyma, azt megehetem, mert én nagyon szeretem a hagymát. Viszont egyrészt ő is megehette volna. Oké, hogy te nem ehetsz hagymát, meg minden szarságot egy nap. De hogyha annyira el akartál volna menni, akkor szerintem egy hagyma nem állít meg abban. De amikor otthon közled, csak ha az lett volna a verseny, hogy ki iszik meg több vizet, és én otthon mondom neked, hogy hallod, tök jó verseny lesz ma, mert az lesz, hogy ki iszik vizet, és én imádom a vizet, megiszom én. Akkor ha itt megkérdezed tőlem úgy, hogy én tudom, hogy te szereted, te választottad, és megkérdezed tőled, hogy én akarom-e úgy, hogy nem ehetek és utálom, akkor azt mondom, hogy szerinted, az azt jelenti, hogy persze. Hagymát konkrétan nem én választottam. És nem mondtad, hogy ez tök jó lesz, mert te szereted és meg tudod elni. Azt nem otthon mondtam, hanem itt. Jó, mindegy! Szóval mondtad, hogy tök szereted és tök jó. Szóval Szabi megette a hagymát. Ugye a három csapatnak felajánlottuk, hogy mindegyik csapat volt. Aki a leggyorsabban eszi meg a hagymát, az jöhet el túrázni, mert csak ugye egy csapat fér bele. Tehát többiek bedobták a töröl között, úgy érezték, hogy az nem. Szabi viszont egy ekkora hagymát betudom. Simán. Úgyhogy azért most... szegény Timit azért emlegessük fel még egyszer, hogy azért annyira nem jó kedvében hagytuk ott a táborba. Global Fest volt. Global Fest volt már egy több oldalról is. Én nagyon örülök, hogy itt vagyok egyébként, mert tényleg tudod, hogy bakancsista volt ez, úgyhogy... Edzőcipőben vagy, de csak bakancsista. Egy. Igen, ezt akartam mondani, hogy azért nézünk ki ennyire hülyén, hogy így nyakig felöltözve. Jó, te nagyon apu fes. Igen, szedben. Te nagyon fes, de kanadai Jolly Joker vagy, de mi? Hát így ebben a felemás, színes dologban.
Mőkés Csaba. Én nem fázok. Én nagyon fázom. Tehát, és nyilván amikor megyünk majd, az egy 20-30-szor azért még fázni fogunk. Igen. Egyébként mondani akartam, mert mondtam a bárnyítéknak, hogy ez az első alkalom, hogy külön vagyunk a csoporttól. Tehát, hogy külön vagyunk a Timitől, a Patriktól, a Bencétől és a többi... És a többi még... kellemetlen. Na, nem én mondtam. Szóval az a nyelk, hogy most csak csend van. Nem halljálom egyébként? Nincs hisztizés. Kipróbáltam ilyen. Hoppa. Easy. Ez akkora élmény lesz. Nem hiszed el. Timi, annyit üzennék, hogy miből maradsz? Ez amúgy. Timi, amiben most kimaradsz? Ubul, maradj, ül. Ez, el sem mozdul innen. Úgy itt hagyom, te. Az a fekete csinálja a fesztivál. Álljál meg! Fiú! Éno! Marad! Fiú rám néz! Álljál meg! Mondom, hogy gyere felén, akkor taszítod a szant, tedd állózva, felhat taszítod hozzám, hogy gabajítsam ki, jó? De csak így irányítom. Szabi, hallottad? Hogy? Irányítom felére szánt. Igen, taszítod a szánt, hogyha reakadt a lábad, tehát úgyse reacsavarozd, nem hogy belelépett, reacsavarozd, összegabajod. Hey! Szabi, én maradok, mert könnyebb, ha valami van neki egyedül lennie. Gondoltam volna. Tényleg nem. Tehát ez azt hittem, hogy engem nem tud semmi meglepni már az életben. Pálint, ezt úgy mondom, hogy tényleg ez a... Ha nem állsz jól rajta, ha nem dőlsz jó helyre, olyan kanyarok voltak meg, tehát úgy mentél, hogy mész fölfele és egyből a szakadék. Semmi. Jobb oldalt semmi nincs. Se fa, semmi. Én is majdnem volt olyan, hogy bekaptam valamit és így töltem oldalra, de megtartottam, Szabinál is volt. Olyan rendezett figyelmesek voltak a kutyák, tényleg, amikor azt mondtam, hogy lassítsanak, belassítottak. Esküszöm az égre. És ez, én nem mondom azt, hogy a Timinek nem ment volna az, hogy megfegyelmezze őket, de tényleg férfias erő kellett ahhoz, hogy néha megálljok. Az a durva. Tehát így leláttál, beláttad az összes helyet, éppen a nap, az éppen csak így a felhő közül így
kipislákolt, gyönyörű volt. Maradjunk annyiban, hogy én egyszer visszajövök ide nélkületek, ugye ezt a programot végigcsinálom, amit ti. Elejétől a végéig, csak nem dolgozok. Hú, srácok, így leizzadva, félig így remegő kézzel, tényleg megvan az az élmény, amikor valamit csináltok, és konkrétan egy villanásnak tűnik az egész, mert annyira élvezed, annyira sok adrenalin megy, tele van az agyad vele. Esküszöm, hogy az eddigi legnagyobb élményem az életben. Egyszerűen nem azt, hogy nem jutok szóhoz, mert beszélni tudok hála az ének, hanem az, hogy egyszer srácok, itt jártok Erdélybe, főleg télen, gyertek el, ezt próbáljátok ki, nem csak azért kutyák, imádjuk őket, de amikor látod azt, hogy együtt dolgoztok velük, és tényleg együtt vagytok valamiért, mert ők is jól érzik magunkat, és magukat, és mi is jól érzik magunkat, mert nyilván az a lényeg, hogy mind a két fél, a kutya is, és mi is jól érzik magunkat, úgyhogy köszönjük szépen tényleg ezt a lehetőséget, és most már nagyon örülök tényleg annak, hogy megettem azt a hagymát, mert ezt kihagyni, hallod? Még jó, hogy nem előttem voltam, mert csapta volna a hagymaszagot hátra a pofámba. Úgy látom, ez az idei évad azért a srácoknak azon kívül, hogy szerepelnek, azért szerintem a kamerán kívül is egyébként egy rohadt nagy élménynek számít. Hát nem mondom, hogy nem irigyeltem őket. Én addig is szerelmet kötöttem, így kiderült, egy szuka volt az, amelyik ahogy elmentem elő azonnal vonyított. De én azt gondolom, hogy tényleg egyébként egy életre szóló élmény számukra is, és tényleg csak javasolni tudjuk mindenkinek, hogy csodálatos ez a vidék. Erdélyre érdemes kijönni télen is, nyáron is, rengeteg program van, az emberek, akik itt vannak, elképesztően vendégszeretőek és barátságosok, tényleg csak ajánlani tudom. És azok az arcok, ami a fiúknak az arcán, azok a mosoly, az pedig elég sokat elárul róla, úgyhogy gyertek ti is. Mindjárt kiveszlek. Ez itt, figyeljetek! Elmondanám, hogy akik oda voltatok, azt a nem tudom hány percet. Ő egy 11 éves ma. Tehát ha megnézed, látom a szőrminőséges, olyanok öregednek. Ők mind az ember. Gyere ide! Na, nem olyanok. Gyere ide, baby! Gyere, szia! Most el fogja végezni a dolgot. Végezd be, te! Hát, gyönyörű. Azaz, jelöld meg a területet! Na, hát mi spanságban voltunk végig, igaz? Gyere majd be! Gyere! Te most majd kint is szétgyömöszöllek. Itt is szétgyömöszöllek. Hallom. Jó volt veled egy kicsit időt tölteni. Szép vagy. Jól vagy. Te visszajössz velem? Van kedved itt jönni velem? Visszasétálunk? Igen, ilyen, ilyen. Na, várjál, mondom a cokmókot. Gyere, megyünk vissza. Gyerekek, én visszasétálok vele, jó? Jó, sajó. Van a fiú, kiválhatnám. Jó, jó, jó. Hát, köszönjük szépen az élményt. A srácok szerintem összetolták magukat, amikor elvitted őket. Én vigyáztam a többiekre. Elképesztő jó élmény volt. Szabinak bakancslistás élmény volt, azt mondta, ott lent a verseny, az szerintem kellene jól sikerült. Te azért jó időt mentél, azért emlékszem. 27, ugye ön is, vagy hogy te is megmered mondani azt, hogy mehetek versenyzőnek. Hát a versenyzőnek még egyből, nem? Na, de jó. De? Na. Mehetek. Jó. Köszönjük szépen a lehetőséget szépen, még nagyon... egyszer, és ha van időtök és alkalmatok, akkor gyertek ti is ide-kire és próbáljátok ki. Hol így próbálják van. Ki pontosan? Csíkszereda, Parajdi Zoltán. Ennyi. Jó reggelt! Ismét köszöntünk mindenkit, itt vagyunk a nap végén. Németh Bálint kollégám fel fogja nekünk vázolni a mai nap eredményét. Szevasztok! Bálint, hányan vagytok és mi volt a koncepció? Az a helyzet, hogy ugye hatan voltak, hat versenyző, három-három csapatban, és a nyolcadik napon úgy fejeztük be a feladatokat, hogy ez sajnos pacikik diszkvalifikálva lettek ugye a kutyás versenynél, mert Timi fölbont a számmal, miért is. Szabiék 56,78-at mentek összesen ketten, míg Bencék 54,15-öt mentek ketten összesen. Szóval volt egy olyan rész, hogy három darab hagymát kellett megennie minden csapatból egy-egy embernek, aki gyorsabban megeszi, az nyerte volna azt a kis meglepetést, hogy elmehetnek túrázni.
Na most ebből volt egy kis kavarodás, végül Szabi nyertén meg, Szabi az egyetlen, aki megette ezt a hagymát, mert mindenki más csöndben maradt, senki nem vállalta ezt a feladatot, úgyhogy Szabiék mentek egy jó kör végül. Hozzátenném, hogy tehát azért ott lesz a felvételen is, ezt hangosan el lehet mondva ez a hagymás feladat, Tibi, hogy tisztázzuk Tibi, ezeket annyit mondom neked, ha a csapat tagja lenni egy kicsit, akkor hallanád, amit mondanak az emberek. Egy, kettő, majd a videón látni lehet, hangosan mondtuk, mindenki megértette, mindenki ott ült. Én meg mondtam, hogy én megeszem. Azt mondta a Bent, hogy jó, tessék. Megettem, így nézett mindenki, és amire meg ti kapcsolatotok már így, mi? Hogy hagyma? Tegnap ugyanígy volt valamilyen, hogy mindenki hallotta, hogy mit mondtam én, csak Timi, te jöttél oda, hogy hát de, nekem ki mondta, senki nem mondta. Mindenki más hallotta, csak te nem. Követes kérlek. Igen, végignéztem, mivel vártam arra, hogy a Timi megegye, mivel megkérdeztem tőle szépen, hogy versenyt viszed tovább, csinálod a hagymát. Azt válaszolta szerinted, én ebből nem tudtam leszűrni azt se, hogy nem vagy igen. Ezért nem fogtam neki. Azt hittem, hogy ő fogja csinálni a versenyt. De miből gondoltad ezt, megkérdeztem? Hogy miből? Hát annyit mondtál szerinted, hát nem válaszoltál. De szerinted? Ezt hányszor mondjam? Hogyha meg, elmondasz valamit, akkor szerinted mi fog történni? Minden szóról szóra el fogsz mondani, hogy nem, Patrik, zabáld meg azt a k***t hagymát. Ha valamit nem értesz, Patrik, akkor kérdezz rá, hogy ez mit jelent. Nem, mert fel a hangod. Hogy igen vagy nem? Ez hogy nem vett fel a hangod, az hogy nem vagy azok, nem vagy. Nem. Egyetlen egy dolgot akartam ezzel alatt a rohadt 10 nap alatt, és azt is sikerült így elrontanod, mert nem tudsz kérni, hogy valamit nem értesz. Igen, miért ki? Tudod el, amit te csináltál? De nem arról van szó, amikor majd nem vagy ilyen, hogy... székkel, vagy mi a izéssel? És tehetek róla, hogy elvitt az a hülye kutya? Én nem arról beszélek, hogy nem azzal van a probléma, hogyha valami nem megy, mert nem vagy tehetséges benne, hanem azzal, amikor nem vagy képes rám figyelni. Elmondtam annál a lovas feladatnál, hogy ne rakd az első csatba azt a mert túllazol ezt, és annyira a rá, mint hogyha muszáj lenne. Engem hogy nem vitt el az a kutya? Honnan tudjam? Több kiló vagy, odafigyeltél, nem úgy indultam, hogy az enyém, honnan tudjam? Szerinted értek hozzá, hogy hogyan működik az a rohadt kutya? Elindult, nézd meg a videón! Szerinted fél lábban lent álltam, fél lábban meg rajta. De elmondtam azelőtt, hogy mi a hova a b***omba rakta rá. De ott volt, nem érted? Hát neked is majdnem elvitte úgy, hogy a Szabi is visszafogta, meg a Dominik is visszafogta, vagy nem tudom már ki. Ketten húzták neked vissza kézzel, nyomtad le a lábaddal, és még úgy is majdnem elindult. A Robi Rebeka ott csitítgatt a szegény kutyát, hogy jöjjön le a seggén. Azt így is majdnem elindult. És neked ki nem csitítgatta a kutyádat? Ki? Ki? Segítettél? Ott voltál, mint csak kaptás? Videóztalak, mert odaadtad a telefonodat videóztalak. Akkor mi van egy volna el, hogyha videóztál? Videóztalak és felborulsz a kutyás szánnal. Hát, hogy hova fogjam? Hogy csinálj 20 kg? Nem vagyok polip. Polip? Igen, mert annak több keze van. Nem tudom fogni a telefonodat is, meg kutyákat is, meg előre menni a kutyákhoz, hogy üljél le. Most hova mész? Haladjál itt, azt tovább. Timi. Timi, hallod, nem egy más sehova. Állj el meg! Lesz így meg! Timi! Timi, állj meg! Ali, menjek is már költeim, tényleg! A kutyákkal együtt menjek hozzá, tökről megmondhatnál! Szemes, mit csinálsz? Hallod? Az egész úgy, ahogy van, a tököm tényleg az legvégéig ki van! De még nincs. Hogy nem tud senki fernenni, nem tud senki odafigyelni mások érzéseire, arra, hogy én nem értek hozzá, és lány létemre nem tudtam, hogy az a rohadt kutya el fog indulni. Most mit akar? Hány már jöttem meg a kamerával. Szívére, szívére, csinálj már! Timi, hallod? Timi, ne szórakozzál már! Tényleg, most nem vicc! De ezt normális vagy? Tehát most szerintem el fogom engedni, induljon el! Ez az ember hol alszik, hogy mit csinál? Figyelj, az előre már megpróbáltam visszahúzni, Timi! Mind a 24 pontotokkal legyek a tovább! Halló! Szia! Szia, Timi! Hello! Gondolom megoldja! Én na erre, gyerekek, akkor ezt... Én azt mondtam, hogy eszünk, hogy várjál már, mit fog magával azt azért várjál, tehát akárhova próbál menni, azt azért menjünk utána, tehát azért...